A kisgyermekek a játék során észrevétlenül fejlődnek. Így van ez a Tarjáni Baba-Mama Klub tagjaival is. A program célja, hogy a 0-3 éves korosztályba tartozó kisgyermekek a kortársaikkal és szüleikkel együtt töltve az időt szocializálódjanak és fejlődjenek. 2019. június 17-én pontosan heti egy alkalommal szoktunk összegyűlni egy másfél órára. A legkisebbektől egészen 3-4 éves korig szoktak a gyerekek jönni hozzánk, és helyet kap nálunk a mondókák, a zenék, a tánc, és jeles alkalmakkor pedig kézműveskedni is szoktunk. Ezek mind fontosak a gyerekeknek a fejlődésében, tehát a ritmusérzéküket fejlesztik, szocializálódnak, és hát az a visszajelzésünk, hogy nagyon-nagyon szeretnek hozzánk járni. Anyukák is kicsit kimozdulnak a komfortzónájukból, barátságok kötődnek, ismerkednek egymással, úgyhogy nagyon jól szoktuk érezni magunkat. Együtt érkeznek a gyerekek, volt már rá példa, hogy nem anyukával, hanem apukával vagy nagymamával jöttek. Első körben mindig egy bemutatkozó kis énekünk van, mert mindig szoktak új gyerekek jönni, hál' Istennek. Utána mindig vannak az ölbili játékok, tehát azzal folytatjuk a foglalkozást, majd mozgásos feladatok, tehát az nagyon fontos. És a legvégén szoktak a szabad játék, az ejtőernyő, a buborék fújás, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Nem csak a kicsiknek, hanem az anyukáknak is kikapcsolódásként szolgál a foglalkozás. Ezek mellett pedig első kézből látják, milyen jótékonyan hat a gyermekeikre a közösségben eltöltött idő. Én Adél lányommal kezdtem el járni, most már lassan 2 éve, mert egész picinek is már jöttünk, hogy találkozzon gyerekekkel, mert ő nagyon-nagyon közösségi ember, vagy hogy mondjam, közösségi baba volt, úgyhogy ő neki nagyon kellett, hogy minél többet legyünk gyerekekkel, és a mai napig is így van. A beszéd, hál' Istennek, mert azzal egy kicsit úgy érzem, hogy le vagyunk maradva, de ilyenkor ugye találkozik nagyobbakkal is, és akkor hallja, hogy mondják, és akkor hazamegyünk, akkor gyakorolunk mi is, meg az énekekkel is ugye, hogy azért itt éneklünk együtt, akkor tapsikálunk, meg ugye az összetett mozdulatok gyakorlása is megy, és akkor ez mind-mind fejleszti.